De most jöttél vissza Szingapúrba? Nem. Tegnap. És ugye feltettek egy kérdést. Nem tehetsz fel. Miért jöttél vissza Szingapúrból? Nem tehetsz fel. Meg volt a jegyünk. És nem gondoltál arra, hogy politikai menedékjogot kéri a Szingapúrban? De nincs politika Szingapúrban. Rendszeresen megvettem az újságot, mert nincs politika. Van, amikor elégedetlenebbek egy picit az emberek, mert valami éppen a közlekedés szervezéssel történt, de találtam egy olyan közlekedési lámpát, gyalogos átkelőt, ahol hogyha a nyugdíjas kártyádat odaérinted, akkor hosszabb ideig ad zöldet. Neked. Nem az autóknak, hanem neked. És egészen van szingapúri nyugdíjas kártyád? Nincs Szingapúrban, nincsenek nyugdíjasok, mert nincs, addig dolgozik mindenki, ameddig él. De ott miért nem lehet menedékjogot? Biztos lehet. Lehet? Nem volt. De alapvetően barátságos helynek tartott? Tehát alapvetően úgy, hogy mindenben van kamerázva és... Mindenben van kamerázva. Az neked barátság? Hát úgy, mint nálatok otthon. Múltkor mutattad, hogy nem voltál otthon és... Ja, nem. Nem, azt nem én mutattam. Nem mutattad. A lövöldözés volt? Lövöldözés nem volt. A hír elért és hát azt hiszem, hogy ha van... Neked is van 4 ismert gyermeked, nekem is van 4 ismert gyermeked. 4 hivatalos. Ez nagyon jó. És ha hazamegyek, akkor a veseseket fogok kapni a feleségemtől. Erről eszembe jutott az ausztrál miniszterelnök helyettes, nem tudom, hogy olvastad, de egy konzervatív politikus, akiről egy mai nagyon hasonló televíziós showban azt hallottam, hogy annyira elkötelezett a családi értékek miatt, hogy azt nem szeretné egy családra redukálni ezeket az értékeket. De visszatérve a lövöldözésekre, megdöbbentő. Megnéztem az adatokat, a 21. században, tehát ebben a most kezdődött 18. évben eltelt 17 teljes évben több iskolai lövöldözés volt, mint a 20. században összesen, vagy nagyon közel van hozzá. A 18. századig megy vissza, ott volt az első, akkor volt az első ilyen lövöldözés. Na és a szavamat ne felejtsem, a Trump azt mondta egy tegnapi beszélgetésen, hogy fel kell fegyverezni a tanárokat. Az megoldja ezt a problémát, vagy legalábbis segít a megoldásában. Valaki nem tudja az anyagot, ülj le egyes puff. Azt hiszem, hogy nem pont erre gondol, és nem szeretném, hogyha elviccelnéd ezt a történetet. Nem, csak gondolj bele, hogy ez nem megoldás. Tehát nem ez a megoldás. De nincs megoldás. Azt gondolom, hogy Amerikában a fegyverhez való jog, a fegyvertartás joga olyan régen megszerzett és olyan erős jog, amit nem tudsz korlátozni. De lehet mert Angliában ezt meg tudták tenni. Angliában miért? Mi köze hozzá? Hát hogyha te nem viselhetsz fegyvert, akkor igen? Kisebb a valószínűsége annak, hogy be tudsz menni egy iskolába, vagy bárhova, és tudsz egy ilyen vérengzést megcsinálni. Hát ez nyilván, meg akkor, hogyha ugye 19 éves volt ennek a támadásnak az elkövetője, aki diagnosztizált beteg volt, tehát pszichikai, pszichológiai problémái voltak, és mégsem kapcsolta le a társadalom, tehát a fegyverlobbi nagy határozottsággal azt mondja, hogy nem a fegyverek ölnek, hanem az emberek, és az embereket kell ilyenkor keretek közé szorítani. Van még egy nagy baj. Egy nagy baj van? Egy nagyon nem nagy kettő. Baj van. Ezt úgy hívják, hogy Hollywood. Hát igen, ez érdekes, hogy mekkora szerepe van a filmeknek. Hogy az, hogy lényegében nem látsz olyan legmagasabb, korhatáros filmet, amiben szanaszét ne lőnék egymást az emberek vérrel, mert volt még egy olyan vonulat az 50-es, 60-as években, amikor nem láttál vért, sőt, ugye a Bud Spencer filmek is azért voltak jók, mert ott igazából senkinek nem tölt el semmije, nagyon kevesen haltak meg, ott sem nagyon. Igen, de ezeket a filmeket a világ másik országaiban is nézik, és más országokból igen, ilyen típusú támadásokról nem kapsz hírt. Igen, de például Magyarországon te nem tudsz fegyvert viselni, mert volt egy diák, akit lekapcsoltak, mert bement egy légfegyverrel, amit igen, de ez vedd adottságnak, fegyver. Hogy az lehet. Te tartottál már évértékelőn? Én rendszeresen, tehát amikor... Ez egy munkahelyi történet, Ez munkahelyi történet, mert amikor, vegyes vállalati
környezetben dolgoztam, akkor minden évnek volt egy értékelője, és de igazából és ekkor te miről beszéltél? Én arról beszéltem, hogy a terv számokat megközelítettük-e, vagy nem közelítettük meg. Ez egy munkásgyűlés akkor. Közelítettük meg, akkor mi volt a feladata? Én havonta tartottam ilyen értékelőt, de általában volt egy éves értékelőm, ami nagyon fontos volt. Sajnos egyetlen tévéadó sem közvetítette, pedig szerintem nagyon jó műsor volt. Jó, de te hogyan értékelnéd az elmúlt évet? 2017-et? Hogyha tartanál egy év értékelőt. 2018-et. 17-et? 17-et? Aha. Ha miniszterelnök lennék? Például a miniszterelnök lennél. Hát, ha én voltam a miniszterelnök, ebben az évben végig. Igen. Belegondoltam? Igen, belegondoltam. Igen. De hát arról volt, hogy az adás a titkainkról is szól. Na, de visszatérve az év értékelőre, hát mit tudsz mondani? Kiemeled azt, ami a tevékenységedben sikeres volt, picit hagysz lehetőséget arra, hogy a következő évben újra gondold azt, amivel az előző évben nem sikerült megbirkóznod, és hogyha még ehhez mozgósítani is akarod azokat, akiknek szólsz, akkor nekik szebb jövőt, több bort, több búzát, és még több békenség, ennél pragmatikusabban. Először is azt mondanám, hogy kérem, sokkal jobb lehetett volna az évünk, hogyha például nem Iglódi Csabával csinálom a kettős pontot. Mert Iglódi Csaba veszélyt jelent a társadalomra. Így indítottam volna, mert ahhoz, hogy mit tudom én, egy csoportnak ellenséget képzel. Egy ellenséget képzek, érted? Igen. Ellenséget képzünk, az mondjuk legyél felkeveden, nem megengedve, érted? Te ellenséget képzek, igen? Utána pedig elmondom azt, hogy én vagyok a legjobb. Hát ez a versengő éned jött elő, mert én... Te mondasz, hogy mit tudom, tényeket mondani, igen. Mondjál a tényeket, volt, ki kíváncsi a tényeket? Volt, azt hiszem Angliában volt egy helyi újság, kettő rovat volt benne összesen. Tudod, mi volt a kettő? Sport? Nem. Az egyik rovatnak az volt a címe, hogy ez jó nekünk, a másiknak az, hogy ez nem jó nekünk. És de ez... Szelektálta a tényeket, esik az eső, aki ebből az újságból dolgozik. Nekünk. Igen. Esik a hó, ez nem jó nekünk. Nem kellett gondolkodni a helyi lakosoknak. Nem is kell menni. Azt kellett megnézni, igen, hogy mit gyűlölünk, mit szeretünk. Ez jó nekünk, fordítva. Ez rossz nekünk, ez jó nekünk. Ez ilyen egyszerű. Na, megvalósítottad a Murányi tervet, mert ezt mondtam. Önvezető taxikat fog indítani, igen, a Mercedes. Igen. Ez nagyon jó dolog. De most én elképzeltem ezt magyarban. Te ne képzeljek se. Képzeld el, hogy... Hol indítja először? Az a baj, Németországban. Na, fennél. De most képzeld el a Németországban rendelni önvezető taxit. Először is be kell programozni az összes hülyeséget, amit egy nem mindegy, nem. Milyen szóval, hülyeséget kell beprogramozni? Hát, hogy tudjál beszélgetni az önvezető taxival. Most képzeld el, beszállsz egy taxiba, csönd van, nem köszönsz, bemondod azt, hogy mit tudom nem én. Nem mondod be, úgy rendeled, nem kell bemondani semmit. Ja, úgy rendeled, semmit. Igen. Tehát nem beszélgető taxi, ez félreérted, ez nem eszkort szolgáltatás. Jó napot kívánok. Közlekedési A-ból B-be. Urányi úr, örülünk, hogy megint velünk. A-ból, ezt fogja mondani. Jó, de mi van akkor? Mi van akkor, hogyha nem oda-vissza, ahol kérted? Mert félreértett valamit. Vagy esetleg meghekkelték. Meghekkelték. Képzeld el? És hova visz? Hát nem tudom. Az állatkert helyett elvisz a Vidán Parkba? Vagy mi történik? Nem, a Vidán Park már nincs. Tudod, az 13-ban megszüntették. Te mennyire le vagy tapadva így a valóságban? De nem, most elvisz a kopaszigáthoz, ahelyett, hogy az Árpád-hízon. Na, és? Duna. Igen, de nem jó. De most képzeld el, hogy egy gonosz ember mondjuk azt találja ki, hogy olyan táblákat tesz az önvezető taxid elé, amik félrevezetik. Mondjuk a stop táblára azt programozza, hogy menjél tovább egyenesen. Na most, mivel ez program alapján megy, ez tovább fog menni, és veled együtt fog, mit tudom én, tömegkarambolt okozni. De ennél még rosszabb, hogyha egyszer csak fellázadnak az önvezető taxik, és csinálnak egy önvezető taxis bokádot. Önvezető taxik, azok szakszervezetet alapítanak. Na, az a probléma. És akkor az a szakszervezeti önvezető vezető lesz, aki a vezetőjük lesz? Azt nem tudom, ki lesz a vezető, de nyilván az, aki nem akar dolgozni. Jó, de nem érted olyan... az, hogy milyen kihívás beszállni egy önvezető taxiba? De olvasok. Mitől tartasz? Hát attól, hogy tehát, hogy bármi, ami programozható és jeleket vesz kívülről. Te automata mosógépet sem használsz? De az más, az automata mosógépet nem tud fellázadni, mert az egy automata. Honnan tudod, hogy nem tud fellázadni? Hát csak akkor, hogyha bekerül az úgynevezett dolgok internetébe. De már benne van. Nem, a mosógép az még, jó, nincs, most benne, még nincs benne. A sütőt sincs benne, a hűtőszekrény se fog utána küldeni egy Twittert, hogy akkor hozzá párizsítte marha. De a kazán az küld nekem SMS minden névnapon. De mi a saját kazánom? Én saját kazánom. De most ez most komoly.
komolyan mondod, hogy Kazán tud neked... Igen, de mindegy, akkor mit? Kedves Csaba, boldog névnapot, boldog névnapot kívánok, mert te szeretettel a te kazánod. De hol élsz? Nem, forró szeretettel forró a te kazánod. Így van, ölelés. Ez hülyes, azt írja, azt írja ölelés. Jó, de ezt is be kell programozni. Mindent be kell programozni. Na igen, de hogyha azon a csatornán, amit te megkapod ezt az üzenetet, abba valaki bemegy, akkor a kazánodnak azt tudja mondani, hogy akkor mától kezdve az átlag hőmérséklet a lakásban 100 fok. Ezért te nem lesz a nemzeti fejlesztési miniszter. És fel fog robbanni az egész. Tehát miért? Életveszélyes. Életveszélyes. Ez a miért ne? Ez az, ó, megtestesíted a miért ne gondolkodást. Nem, én csak azt mondom, hogy életveszélyes. De oda életveszélyes. Mindenre oda kell figyelni, de semmit nem használsz, ami... Azt tudod, hogy a vírusírtó gyártók csinálják a legtöbb vírust? Földlapos. Mennyit villamosozott a halott? 7,5 órát. 7,5 órán? 7,5 órán. Szerintem ebben ennyi volt. Tényleg Facebookot nézel? Mm? Akkor én is nézek. De miért nézel Facebookot? Unatkozol? Nem. Elvesztettük Csabát. A Zuckerberg galaxis beszippantotta. A féregjárat bezárult, nincs visszaút. Ez nem tudományos, fantasztikus történet. Ez a valóság.